Öreg csemében kín úgy bizonydáú, nagyba tyúk szarfosta, kinézetű tyúk szarfosta csábrázatá! Tyúk szarfosta csábrázatú nagybartos egyébként újra jöreg, úgy bizonydáú. Nagyba, amiről egyébként akarok, de előtte majd egy kis macska kaját, de ez macska kaját? Macska kaját egyébként nagyba így szegeteg jó kis macska kaját. Tehát. Macska kaja, tehát. Amiről akarok beszélni, jövő héten csasz, és nagyba egyébként ezt rólam nevezték el Bartos Möster. 5%-os sör. Miben nagyba legyen egyelire. Jövő héten, ez egy jövő héten! Nazaret. Nagyba, úgy bizony. Meg. Most három ümög egyébként rajtam van. De egy kicsit egyébként van egy kis cselvonási tünetem és fázok. Tehát nagyban egyébként fölveszem-e Csabátot. De. Még mindig egyébként hordom a fűzőt és a ízét, még nem javult a csávapotom, én pedig le egyébként megmondtam a nagy bratyászomnak, hogy nem megyek el csapitalista traumatológiára. Majd, ha megjavul, nyakam már kezd úgy helyreállni, még a derekammal vannak egyébként gondok, tehát az szokott egyébként, pláne egyébként így hajnalonta meg napközben a kertben tevékenykedek. Akkor mindenféle. Tehát beszokott így állni. Nagyba. Jó kis macska kaját, jó kis húsos, zsíros. Tehát, a gyógynövényes miszkivel, akivel tavaly nagy sikerű csaszom és sérelőt csináltunk, ővére lesz majd nagyba egy marha nagy. Hétfőn fogunk egyébként beszélni, és de és valószínűleg, de ez csak meg jó kis verásbor. Nagyban egyébként csólálevert fogunk főzni szerdán, tehát mostan jövő ide. Úgy számítok, hogy de legalább három csirályót egyébként fel akarok tenni. Itt van most a szűdő és a legifjabb generáció. Nyári szület! Most tudja nézni arra a csirályóinak, tehát a héten legalább olyan 2-3 lesz egyébként fölfele. A legifjabb tanítványok, bartosisták, de lehet akár egyébként ő 90 éves vagy 100 éves tanítványom is, úgy bizonyosan. És ez nem nagy képviselő, de volt egyébként olyan, hogy nagypapa 86 éves. Mi a fölvétel? 86 éves nagypapa, és ő rám írt, hogy nézi a csirályóimat, úgy bizonyosan. Nem ért egyébként nagyon sok mindennel egyet, egy pár dologgal egyetért, de rám írt még csővekkel ezelőtt, tehát 86 éves nagypapa, de ez is nagypapa, és nézte egyébként nagy bacsirályok, mert az a vajkudal. Tehát, jó nővel friski. Úgy bizony. Tehát ővéle lesz egyébként marha nagy csirejó. Szöptemberre, tavaly szöptemberre! Volt egyébként csirejó a másik.
fájó szívvel is. Fájó szívvel is. De most néztem egyébként a Csidajót, nagyban csőbről néztem a interneten, úgy bizony. Úgy hívják egyébként a srácot, hogy Hadalori. Nagyba vadászik ilyen régi. Bá, bá. Veterán kocsikra, laptikákra, autókra, gépjárművekre. Tehát nagyba így vadászik egyébként ilyen régebbi gyártmányú mialófaszokra. 35 éve már nem üzemült az a Trabant, bazd meg. És ő egy-két nap alatt 35 éve állt egy trabantai garázsba. Megvette, bazd meg, és beindította egy-két nap alatt. Üzemképessé tette, és ment is vele. Warburg. Das ist Charburg? Ez nagyon régi tyotyialista, NDK-s kocsik. És arra jösnek a csillag németországi kocsik, úgy bizony, náú. És az az egésznek a lényege, úgy bizony, de, hogy beindította a 40 éves Charburgot is, 40 éve át egy garázsba. Jó, ez kint, ez teszi az idő, de fogok egy csilmet egyébként csinálni egy külön csilejóba, és külön egyébként csak néked egyébként haza csilori, úgy bizony, haza csilori. Le fogom egyébként filmezni. A motorja biztos jó, a kasznia az már ganaj. Tehát az ganéra való, az már semmit nem ér úgy bizony, de úgy. Nem sokat, rozsdás már, meg már össze van esve. De az az egésznek a lényege, ő még 20 éve kezelőtejéként mentem vire. Ez majdnem 50 éves, vagy 50 éves. Kosirus, zaporos eszül van szó, a kertékibe áll. Tehát zaporos eszül. Tudom. Az egésznek a lényege. Másik. Volt egy, amikor megnyírtak, tehát a meglettem így nyilatkozom, mert ilyen nagy hajam volt, meg nagy szakállam, úgy arról is készült egyébként nagyba egy csídejó. Az is majd egyébként föl lesz téve. Az unokahúgyomnak most már nyári szünetje van, csak elfoglalt, mert ugyanis megy táborba is, van neki egy barátja, plusz elmegy deák munkára. Nagyon ölyes, menjen is egyébként dolgozni minél előbb. Úgyhogy. Majd kölcsönkérettül egyébként piára, amit soha nem fogok megadni majd. Tehát fodrászos csilejú is lesz, majd az is fölezti el. Fagadás! A másik, amiről még akartam egyébként nagyba cőlevekről, ilyen csilejom egyébként még nem volt, úgy bizony. Hogy cőlevekről egyébként nagyba egyébként beszélek. Az egésznek a lényege úgy bizony, hogy cőlevekről akarok még pár szót egyébként majd dőíteni, úgy bizony, dáú. Itt van például nagy csalekhoz, föl is írtam egyébként nagyba pár dolgot egyébként róla, tehát cőlevekről is akarok egyébként beszélni. Mai nagy cőleveinkről úgy bizony. Na, jó kis macska, kaj. Nagy alákaszrúl. Ők. Leültem egyébként kultúrát. Választékos beszédű. Jó modorú és okos is. Tehát azért van a haja alatt, és kilóg egyébként a szölebek alul egyébként a kultúrájával.
Tehát gyakorlatilag, tehát ül egy, tehát nem egy tucat szöleb, na de ugyan. Mint ahogy Loca Pantera sem az, ő is egy nagyon okos jány, egy nagyon okos leány, úgy bizonydául. Hát már az, hogy már férjezett, úgy bizony. Ővele találkoztam is, ő fönn is van egyébként egy videó, amikor így nagyba ilyen csminket csinált egyébként nékezetem. Tehát ő sem sorolandó, nagyon jó ének hangja van, ugyanúgy, mint Svargai. Most már mindig Balog Irént mondok, de Svargai Irén most már megjegyezte. Vargai Irén is egyébként egy igazi tehetség, csak nem ezt lássák egyébként benne sajnos, pedig úgy bizonydául tehetséges, csak nem ezt lássák egyébként benne. Tehát, de külön egyébként nagy csalekot szúr. Mi vagyok állak? Még nagy mondom, be egyébként szólni. Ez is egy külön csire jó lesz majd. De ennyit akartam egyébként elmondani. Ez nem egy hosszú csire jó lett. Mindenki egyébként nagyban nézze. Úgy bizony, dá. Meltevője. Bartos voltam, úgy bizony. Meg az is leszek. És az is marad. Konyac. Úgy bizony.